Nagy léptekkel közeledik az ősz, és ilyenkor az első gondolat általában minden családnak az iskola kezdés. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm mai vendégeimet, Nikita Sulyok Juliannát és Papfehér Olgát, a művészeti liceum tanítónénjét, aki a Juliannak tavaly volt előkészítő osztálya, Olgának pedig az idén lesz. Szeretettel üdvözöllek benneteket. Ez, hogy izgul a család, fokozottan érvényes ott, ahol éppen előkészítőbe megy a gyerek. Mi a tapasztalatod az előkészítős osztályokkal? Hogy viszonyulnak a szülők az első napokhoz? Tapasztalatom. Így visszatekintve az elmúlt egy évre nagyon jó. Én is nagy izgalommal álltam neki ennek az évnek, sőt, tartottam is tőle az elején. Azt mondtam, hogy inkább az oviban van a helyük ezeknek a gyerekeknek, de nem. Egy év elteltével azt mondom, hogy 18 éves pályafutásom egyik legszebb éve volt ez. Csodálatos élményekben volt részem, és pedig azért, mert talán ez volt az az év, amikor sokat játszhattunk. Nem volt annyira megkötve a kezünk, mint általában, ugye megvan a program, mert van egy előkészítő osztályos program is, amit be kell tartani, végig kell menni rajta. De nem annyira szoros, tehát játszottunk, amikor akartunk, nótáztunk, táncoltunk, verseltünk, meséltünk, és ez volt jó benne. Nem volt olyan szoros, kötött, és úgy éreztem, hogy ez a gyerekeknek is nagyon tetszett. És úgy érzem, hogy igen, itt a helyük az iskolában az előkészítősöknek. Jó kezekben vannak. Ez egy olyan átmenet az ovi és igen, az iskola között. Igen. Hát az óvod, tulajdonképpen ovisok vagyunk még ott is, de valahogy a másik jó dolog benne, hogy már a mi kezünkből kerülnek ki most első osztályba. Én megtanítottam nekik azt, amit most fogom tudni, hogy mit kell folytassak mindegyikkel. Tehát nem egyenesen csöppen bele a gyerek a tanulásba is, az iskolába, a fegyelembe, hanem ezt fokozatosan szokja meg, és nem ezzel egy időben kell megtanulni a tanítónénit is. Így van. Úgy izgultak a szülők eleinte, kérdezted, hogy a szülők hozzáállása, féltek, mert ők is ugye, mint minden új előtt mindenki egy kicsit úgy fogadjuk, hogy vajon milyen lesz. De úgy láttam rajtuk is, hogy tetszett nekik ez az egész. Tehát nem volt megterhelő. Féltek attól, hogy most tanulni fogunk, 4 órát ülünk a széken, és jaj, most iskola, nem erről szól az előkészítő osztály. Amikor jól esett, felálltunk, amikor jól esett, kimentünk, amikor jól esett, sétálni mentünk. Tehát erről szól az előkészítő osztály. Olga tanítónéni, már ismered az osztályodat? Én néhány gyermeket ismerek, akik eljöttek a nyílt napra, a tavalyi tanév során a szüleikkel eljöttek és megismerkedtünk, de nem mindenkit sajnos, úgyhogy nagyon izgalommal várom a gyerekeket, van a névsor, próbálom elképzelni a hozzátartozó kedves mosolygós arcocskát, és nem sokára meg fogok velük ismerkedni. Nagyon pozitívan hat rám a kolléganőmnek ez a véleménye, hogy minden nagyon jól és vidáman, örömmel zajlott, mert én is izgulok. Én is tartottam tőle, nincs még tapasztalatom, nekem ez lesz az első. Lassan bezáródik a kör, nem sokára minden tanítónéni egyszer kipróbálja már ezt, de én az utolsók között vagyok, és nagyon örülök, hogy ezt hallottam a kolléganőmtől, és a többi kolléganőimtől is az iskolában, meg iskolán kívül is, hogy működik a dolog. Öröm az, hogy együtt nőnek fel már, hamarabb megismerkednek, jobban összeszoknak, kialakul az osztályközösség, van idő, több idő erre, hogy ezt kialakítani, a barátságokat jobban elmélyíteni, az emberi kapcsolatokat jobban elmélyíteni, nem csak a tankönyvekkel és a füzetekkel foglalkozni. Úgyhogy én pozitívan állok hozzá, én is most már így készülök, hogy ennek nagyon jól kell működnie.
nem csodálom azt sem, hogy a szülők izgulnak. Nem igen van család, ahol van már egy gyermek, aki átment az előkészítőn, és akkor már nekik is lenne tapasztalatuk, hogy mindenki most kóstolgatja először, remélem, hogy ízleni fog. A negyedik osztály után, tehát negyedikesek, ők már nagyocskák, ők már fegyelmezettek, ők már tudják, hogy mi az az iskola, mi az, hogy készülni kell, mi az, hogy tanulni kell. Nem lesz túl nehéz ezekkel az icipicikékkel. Sőt, még sokkal kisebbek, mint akikkel eddig dolgoztál, mert az az egy év az úgy elrepül, de viszont annyi dolgot tanulnak, és annyit változnak abba az időszakba, hogy lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz velük. Ez a félelmetesebb pontja, pontosan ez a váltás. A megszokott nagy gyerekek, akik már mindent tudnak, minden egyszerűen működik, sokféle mindent lehet velük megtenni, mert az ember ismeri őket, és már fel is nőttek. Míg a kicsiket ugye nem is ismerjük, nem tudjuk, hogy mi az, amit egy-egy gyermekkel meg lehet valósítani, vagy nem lehet megvalósítani, könnyen barátkozik, vagy nem ettől elkezdve bármilyen más feladatig, vagy játékig, hogy szívesen beszáll, és ezt mind ki kell tapasztalni, nekünk is, gyerekenként, egyénileg, hogy mit tudunk vele tenni, miben hajlandó bevonni magát, bekapcsolódni, és mi az, amiben nem. Aztán közben felnőni, elmúlik az ovi illat, egy idő után, hát valószínűleg lassabban. Régen az első osztályt lengte be az óvoda illat, egy karácsonyig, egy tavaszig legfennebb. Most valószínűleg tovább tart ez az apróságok légköre, de jó. És amikor már elkezdik az első osztályt, akkor már igazi tanulók. Igazi tanulók voltak eddig is, tehát ők voltak az iskola. Jobb lesz, ahogy mondtam. Megtanítottuk nekik azt, amit tudunk, hogy majd első osztályban kérni szeretnénk tőlük. Annyit szeretnék még hozzá, hogy mondta kolléganőm, reméljük meg is marad, tehát mindenkinek alkalmában lesz majd kipróbálni ezt, és itt hagyják, nem ugye törvényrendeletbe van véve, hogy megszüntetnék. Hát nagy butaság lenne szerintem most már. Most már, amikor már működik, és amikor már tényleg haszna van. Én akkor úgy látom. Újra felhozni ezt a témát, hogy igen, mi lenne, ha mégis visszavinnék az óvodába, nem nagyon látjuk értelmét. Mi jó legalábbis. Helyen vannak, nagyon jó helyen vannak. Tehát úgy mondott tapasztalatból, hogy igenis, erre szükség van, igen, és jót tesz a gyerekeknek. Nem voltak fáradtak, nem voltak, kimerültek, nem láttam soha sem az arcukon reggel, mikor bejöttek, hogy jaj, na most suliba kellett, jaj, nem. Tehát mindig vidáman, mosolygósan, a hétvégének nem örültek, mert az hosszú idő, amíg ők nem jöhetnek iskolába. Én szerintem ez mindent elárul, tehát mindent elmond, mindent. Hány gyerekkel kezdesz az idén? Nekem 16 van eddig beiratkozva, de felmerült egy érdekes dolog, vagy egy-két érdekes eset. Van olyan, hogy a szülők nem hiszik el, hogy most ez eléggé véglegesnek tűnik, mikor beiratták. Ugye más a beiratási rendszer, mint néhány évvel ezelőtt, egy országos internetes hálózaton keresztül történik a beiratkozás, és nem lehet két iskolába beiratni egy gyermeket, ha a szülő még tanácstalan. És volt, aki beiratta, és aztán meggondolta, hogy most máshova szeretné mégis, kicsit hosszadalmasabb a procedúra, hogyha át szeretné iratni más iskolába tanévkezdés előtt. Még arra is gondolok, hogy még lesz egy-két ilyen eset, biztos a városban is, hogy a szülő meggondolta magát, vagy valami körülmény megváltozott, akár a lakcímmel, akár bármivel kapcsolatban, és iskolát szeretnének váltani, meg lehet oldani, de körülményes. Nekem eddig most 16 gyermekem van beiratva, én ezt nagyon megfelelőnek tartom, nem is túl kicsi osztály, nem is túl nagy. Lehet mindegyiknek megfelelően foglalkozni. Jelenleg az előkészítő osztály kötelező. Igen. Mi történik azzal a gyerekkel, akit nem küldenek előkészítő osztályba? 7 éves korában előkészítő osztályba fog menni, vagy mehet első osztályba?
kötelezően el kell végezze az előkészítő osztályt mindenképpen másképp, vagy az óvodában marad még egy évet, nem kezdheti az első osztályt. Tehát, hogyha az óvodában maradt még egy évet, akkor ugyancsak előkészítő osztállyal fog kezdeni jövőre is. Igen. Lehet olyasmi esetleg, hogy első osztályba jöjjenek még gyerekek az osztályodba? Igen, jöttek is, még jött három tanuló, akik más iskolában végezték el az előkészítő osztályt, és úgy gondolták, hogy nálunk szeretnék folytatni, úgyhogy három új diákom. A művészeti liceum az egy kicsit speciális eset, mivel hogy általában évelején van egy felmérés a gyerekek képességéről, hogy beillenek-e abba a környezetbe, mivel hogy nem azért művészeti iskola, hogy ott semmit nem csinálnak ezzel kapcsolatban. Előkészítő osztályban nincs, tehát nálunk is ugyanúgy iratkoznak be a gyerekek, mint a többi iskolába, semmilyen felvételi megmérettetés nincs. Számukra első osztályban van egy kis hang. És aki képzőművészeti tehetséget lát a gyermekben, annak is zenei felmérésen kell részt vennie? Igen, mert csak 5. osztálytól lehet képzőművészeti szakra menni. Előkészítő 4-ben nincs képzőművészet, csak zene szaknálunk. Csak zene? Igen. Sőt, az előkészítő osztályban nincsen sem hangszertanulás, sem zeneelmélet, úgy nevezzük ezt az énekórát, ami magasabb szintű, mint az általános iskolai énekóra, tehát előkészítőben nincs ilyesmi. Annyi az előnye, hogyha nálunk jár már előkészítőben is, hogy azért látja a nagyobb társait, másod, harmadikos, negyedikes gyerekeket is akár, hogy milyen szépen muzsikálnak, hegedülnek, zongoráznak, és ez biztatja őt is, hogy ebbe fog majd belekezdeni, segít neki a választásban, hogy melyiket szeretné zongorázni, szeretne tanulni vagy hegedülni, mert a kisebbeknek ezt a két hangszert javasolja az iskola. Aki rajzolni szeret, az rajzolhat nálunk is a tanítónénivel annyit, amennyit szeretne, és olyan gyönyörűen szeretne, és akkor kiderül a tehetséges, 5-től foglalkoznak akkor rajztanárok vele, és akkor lesz rajzszakos. De viszont a zene nekik is kötelező. Hát addig akkor kötelező. Aki 5-től rajzra megy, az akkor rajzos lesz, akkor az felhagyja a zenei képzését, nem fog tovább hegedülni vagy zongorázni. De addig belekóstolt egy kicsit. Megtörténhet olyasmi is, hogy esetleg az első osztályos felmérésnél a gyerek nem bizonyul megfelelőnek zenei tehetség szempontjából? Nagyon speciális esetben. Tehát mindegyik gyermek, ott volt ez az év, megtanultunk egy gyermekdalt, tapsoltunk ritmust, mindegyik el tudta énekelni, mindegyik letapsolta a ritmust, és sikeresen átment a vizsgát. Tehát ilyen veszély egyelőre nem áll fenn. De vajon nincs a szülőkben is egy tartás ezzel szemben, hogy esetleg lehet, hogy az én gyerekem a zenei szempontból nem fog megfelelni, majd első osztályba, és akkor váltani kell? Hát nem tapasztaltunk ilyet, mert már azért úgy készülnek az egész előkészítő osztály alatt, erre számít, hogy ezt a felvételit úgymond meg kell ugrani, teljesíteni kell, de ez a felvételi nem ijesztő, és egész évben a kolléganőm Júlia mondta a szülőknek, hogy ez majd nem lesz egy megugorhatatlan, teljesíthetetlen feladat. Ezt teljesíteni fogják a gyerekek, hiszen énekelni minden gyermek szeret. Nem is hangsúlyoztuk ki, hogy ez egy vizsga nekik, szülőknek is, mint kértem. Nem mondják a gyerekek, hogy jaj, most holnap mész vizsgázni, és ettől függ, hogy bekerülsz-e az első osztályba, vagy nem. Nem, mész egyet énekelni, kész, ennyi. És mindegyik szabadon és vidáman eldudoráztam. Ez mikor volt? Május elején. Tehát még iskolai igen, idő persze, alatt. Persze, igen. És akkor aztán a gyerekek a helyek pótlása, ugye először a miénk, és még akkor jött három kisdiák, ők is ugyan énekeltek, miért jobban mi? Ők már számítottak rá, tudták, hogy mire kell számítsanak, mert fel voltak erre készítve. A kis három diák, amelyik jött, az egy kicsit meg volt szeppenve, de nagyon ügyesen vették ők is az akadályt. Ügyesek voltak.
Ők már megismerkedtek az új osztályukkal? Hát volt alkalmuk a múlt év végén? Megnézték ennyi, mert ők akkor feljöttek erre a vizsgára, és tanítás volt. Megnézték, és ennyi volt a találkozás. Amint azt említettük, hogy a művészeti iskola az kicsit speciális, vannak vidékről is gyerekek az osztályotokban? Persze, hogy vannak. Mi kisebbek, a szülők segítik az ingázást, még mikor már nagyobb bacskák, akkor távolsági járatokkal be tudnak ügyesen jönni. Talpra esett gyerekek, akik megállnak önállóan a lábukon, és busszal be tudnak jönni az iskolába, biztonságosan közlekednek, vigyáznak magukra, mikor már a szülők engedik őket önállóan közlekedni, harmad, negyedik osztálytól, ötödiktől. Legfeljebb milyen távolságról tud egy ilyen kisgyerek probléma nélkül ingázni? Kiskolcsról járt be autóbusszal, jó nagyobb testvérrel, Darócról jön több gyerek, Lázáriból, Szatmárhegyről is van. Pálfalva, Ombód. De nekem Szokondról is, volt tanítványom. Igaz, hogy az nem kis távolság. Hát az nem kis távolság, az volt a legmesszebb. Igaz, hogy az édesapja akkor hozta mindig és vitte mindig. Testvérpár volt. Megoldották, mert ezt szerették volna. Mindenképpen ehhez ragaszkodtak a szülők áldozatok és a gyerekek. Is innen hoznak. Negyedik osztály után van olyan gyerek, aki esetleg más iskolába szeretne menni? Hát mindig nekem most, hogy negyedik osztályom volt, megtörtént. Néhányan jelentkeztek a Kölcseibe, néhányan a református gimnáziumba. Mindig van, amikor kiderül egy pár év alatt, hogy nem szerette meg a zongorát vagy a hegedűt annyira, viszont jobban vonzza a matematika, biológia, ezekben nyelvek többet lát, és úgy gondolja ő, a szüleivel együtt természetesen egy 10 éves gyermek, hogy akkor iskolát váltanak, megpróbálják, hogy akkor nem a zongoragyakorlással töltik a délután, hanem több házi olvasmánnyal, több matek feladattal, és ezt fogják tanulni. De már egyre kevesebben hozzáfűzném ennyit, hogy sokkal többen ott maradnak nálunk, mivel nálunk sem folyik kevesebb magyar, irodalomoktatás, román, matematika. Nekik pluszba ugye ott van a művészet, ami oda kell tegyék rendesen magukat, hogy helytálljanak itt is és ott is. Nem túl megterhelő ez egy picike gyereknek? De. Nem könnyű. Nem könnyű. Nekik ez nehéz, de aki bevállalja azért, mert szereti, szeret odajárni, és kap egy művészeti képzést magas szinten, állami oktatásban. Mert ugye azért külföldön ez már hogy működik, hogy fizetnek érte komoly összegeket azért, hogy a gyermeked tanuljon valamilyen hangszeren. És miért ne, hogyha megvan a lehetőség? És még mindig jobb az a variáns, hogy ötödik osztályba átmenjen másik iskolába, mint ötödik osztályba jöjjön másik iskolába, és akkor kezdje. Így van. Ezt. Igen. Persze. De olyanok is vannak, akikre akkor derül ki, hogy annyira szeret rajzolni, hogy mindenképpen a tanítónénia vagy a szülei is azt mondják, hogy most jössz a művészetibe, vagy valamilyen más hangszert szeretne tanulni, hegedű és zongorán kívül nagyon sok a lehetőség ötödiktől, mert kell a nagyobb testalkat egy-egy nagyobb hangszerhez, és jönnek akkor. Tehát van egy kis mozgás, de ez jó, mert a gyerekek kiteljesedhetnek, hogyha hozzánk jönnek, akkor kapnak így egy pluszt, ahogy a kolléganő mondta, művészeti nevelést az állami oktatásban, csak ez a képzés biztosít. És amint azt mondtátok, hogy a gyerekeknek ez igenis jó, pozitív, a lehetőség adott arra, hogy akár ötödik osztályban is váltani, vagy akár első osztályban is, ahogy mondtad. Volt olyan példa már, amióta az előkészítő osztály beindult, hogy első osztályban máshol kezdett a gyerek? Elment előkészítő után? Nekem volt most példám rá, de éppen ezért, mert
navétázott, és nagyon-nagyon nehezen. Nem az iskola miatt, nem azért, mert nem állta volna meg. Nehéz volt bejárni, túl kicsi volt, és nagyon későn került minden nap haza. Emiatt közös döntés alapján, szülőkkel, édesanyjával választottuk azt a megoldást, hogy jobb lesz neki, mert ott, ahol laknak, folytassa tanulmányait a gyerkőc. És esetleg, hogyha ötödikben igen, majd úgy döntenek, igen, akkor igen, a lehetőségek igen, nyitottak igen, akkor is. Úgyhogy kevésbé van rá példa, de megtörténik. Megtörténik ez is. Visszatérve egy picit az előkészítő osztályra. Ezek a gyerekek kapnak már házi feladatokat is, vagy ők egyelőre még úgy, mint az oviba, otthon, és esetleg egy pici ízelítőt belőle. Úgy, mint az oviba. Nincs házi feladat, nincs tanulni otthonra. Volt úgy május-március környékén, hogy egy színező lapot, de épp azért, hogy lássam, emlékszik rá, hogy meg kell oldja, és visszahozza-e nekem azt a színezős lapot, vagy nem hozza vissza. Semmi baj nem volt, ha másnap nem hozta vissza, hanem két nap múlva, három nap múlva. Nem az a cél, hogy most csak látni szeretnénk az ilyen dolgokat. Nem. Tanterv szerint nem kötelező a házi feladat? Nem. Mert hallottunk már olyan osztályokat is, ahol kapnak a gyerekek már az előkészítő osztályba házi feladatot, és hát nekik még semmi kis füzetüket nem vittek haza, s mindent ott lehetett hagyni az iskolapadban, tolltartót, bármit, nem volt házi feladat. Amit tanultunk, vers, ének, mese, igyekeztünk megtanulni az osztályban, volt az persze, mivel az internet nagy úr, manapság már, hogy hazament a gyerek, és igen, megkereste a YouTube-on azt a mesét, vagy azt a versikét, és még anyával mondták, és jött másnap boldogan, hogy jaj, én tudom a verset, tudom az éneket, tanci. De nem volt kötelező soha. Az idei osztálynak lesz házi feladata? Nem lesz házi feladata. Én is így képzeltem, majd a végén én is kipróbálom, hogy működik-e az, hogy haza kell vinni valamit. Egyetlen egy észrevételem van a dologgal kapcsolatban, hogy ez a váltás lehet, hogy a gyerekeknek azért furcsa lesz, hogy ugyanaz a tanítónéni egy éven át nem adott feladatot, és elsőtől egyszer csak elkezd adni nem is egy félét, hanem az egyik füzetbe pálcikát, a másik munkafüzetbe valami kiszínezni valót, még egy lapot is, ami valami számolni való van, és akkor már háromról kell gondoskodni, és minden nap kell gondoskodni róla. Tehát ez a váltás lehet, hogy nem is olyan könnyű majd, hogy egyszer az egyik akkor lehet, hogy mégiscsak jó az, hogyha második fél évben kapnak a gyerekek kis aprócska munkákat? Hát a vége felé egy néhány apróságot esetleg, és lehet, hogy inkább az első osztály elején kevesebbet, hogy ott szokja meg először, hogy csak egy feladat, aztán majd kettő. Fokozatosan. Hát meglátjuk, hogy lehet megoldani fokozatosan. Nem a kicsikre akkor ráterhelni, hanem a nagyobbakéből egy picit elvenni az elején, hogy ne legyen olyan nagy a teher. Julikából azt hiszem kicsit a frissen tapasztalt anyuka is beszél. Igen. Mivel hogy neked két gyereked van, igen, aki nemrég került ki az aprócska osztályokból. Igen. Harmadik osztályt végezték, most mennek negyedik osztályba. Úgyhogy otthon is megküzdünk az iskolával. De nagyon jó tapasztalatokkal. Csodálatos tanítónéniük van. Egy nagyon jó iskolába járnak. Kellene is a művészetiben járnak. Ez magától értetődik. A tankönyvekkel. Mi a helyzet? Mi lesz a helyzet a nulladik osztálynak, az első osztálynak az idén a tankönyvekkel? Vannak-e kötelező tankönyvek a nulladik osztályban? A nulladik osztálynak nincs tankönyv. Nincs. Eddig se volt, most se. Tehát nincs szó róla, hogy legyen. Nincs. Első osztálynak... Ez, mondanám azt, hogy ilyen örökzöld melódiának számít a tankönyv iskola kezdés idején. Ez a fő probléma, hogy lesz-e tankönyv, nem lesz tankönyv, nem tudjuk.
Két héttel vagyunk iskola kezdés előtt. Mit tesztek a gyereknek az asztalra, amikor tudom, érkezik még, az első osztályba? Épp ma megkérdeztem, és mondták, hogy még nem lehet tudni. Tehát én első osztályt kezdek, nem tudom, hogy fogok-e tudni új tankönyveket tenni az asztalra, vagy azokat a tankönyveket, amelyeket megkapunk örökségként az előző generációktól, de mivel az új program új tankönyvet vont maga után, ezekben a tankönyvekben rengeteg az olyan feladat, amit ki kell egészíteni, tehát benne dolgoznak a gyerekek magában a tankönyvben. Na most, aki ezt megörökli, mit tud benne még dolgozni? Nagy hasznát nem vesszük, és legalább az első osztályosoknak úgy jó lenne, hogyha mindig kapnának egy új tankönyvet meg. Mikor bejönnek. Munkafüzet. Igen. S ettől félek, hogy abból kell gazdálkodjunk, ami van. Sokszor kisegít a fénymásolás, beköttetjük a salátakönyveket. Elég nagy probléma nálunk a tankönyv. Hiánycikk, így mondanám. Most az új tantervvel használhattok olyan könyveket is, esetleg amit szabadon választ a tanítónéni? Megválaszthatjuk a tankönyveket egy adott tankönyv listából, úgymondván megrendeltük mi már az idén is a tankönyveket, tehát magát a rendelést azt év közben leadjuk minden osztályra előre. Aztán kapunk, amit kapunk belőle. Van lehetőségetek arra esetleg, hogy konzultáljatok? Egymás között. Látjátok a könyvet, vagy csak akkor kerül kézbe, amikor már a teljes csomó? Az előző generáció volt, tehát én látom, miből tanított a kolléganőm. Együtt választunk. Leülünk, és úgy közös konzultáció alapján döntjük el, hogy mégből lenne jó, és mégből a legjobb dolgozni. Most digitálisan is megjelennek a tankönyvek, meg lehet nézni azokat, amikből még nem tanítottunk, hogy tudjunk választani, meg lehet nézni természetesen, nem a fedele alapján kell választani, vagy esetleg a szerzők neve alapján, csak nem halad a dolog elég jól. Tehát van a jelenlegi másodikosoknak se lesz például még magyarra fordított matek könyv. Vagy így van. Harmadikoshoz is kellene teljesen új szett, mert új a program. Ők már az új program szerint haladnak. Nem készült el. Nincs. Elsős van, csak nem tudjuk, hogy megkapom-e vagy nem. Sokat változik az idei tankönyv a tavalyihoz viszonyítva? Az új program szerint más. Igen, más. Teljesen más. Más. Tehát akkor feltétlenül igen. Szükség lenne rá? Nem lehet a régit használni. Tehát a régi tankönyv nem az új program szerint halad, vagy pont fordítva, nem. Akkor magadra vagy bízva, és minden pedagógus próbál a legjobbat megkeresni, megtalálni azt az utat, amin tud haladni. Negyedik osztályban mi volt a helyzet a tavaly a tankönyvekkel? Mi örökölt tankönyveket használtunk, és azokat tovább örökítjük. Nem is igen készül szerintem belőlük új, mert ez már egy kifutó program szerint van. Utolsó negyedik osztály lesz a kolléganőmé, aki még egy évet tanít belőle, és utána már nem kellenek azok a tankönyvek. De volt mindenféle, negyedikhez már nagyon sok tankönyv van, negyedik osztályban. De abból meg volt a szükséges mennyiség. Talán a legnagyobb gond városszerte a magyar osztályoknak való román tankönyv volt, mert nagyon tönkrementek, azokat használtuk, illetve próbáltunk fénymásolni hozzá, hogy minden gyereknek legyen, mert feltétlenül lennie kell egy ilyen tankönyvnek, amiből otthon is olvasni kell, azért feladatokat elvégezni belőle, úgyhogy meg kellett oldanunk, de a salátával megoldottuk, ami volt. Ezzel a nagyon sok változással van folytonossága a tankönyveknek? Hát ha egyszer sikerül majd kihozzák az összeset, és igazodik majd az programhoz, akkor igen, de akkor folytassák is. Egyelőre még nincs. Én nem látom a folytonosságot egyáltalán. Tehát akkor egyik évben egyik tanterv, ugye? Másik évben új tanterv, és ez eléggé kényelmetlen, és eléggé megterhelő a tanítónők számára az, hogy ez az, hogy összekössék egyik tantárgyat, tehát egyik év tantárgyát a másikkal. Így van. Egy fontos eszköz a tankönyv, mondhatjuk azt, hogy
talán ugye az egyik legfontosabb taneszköz, és abból van a legnagyobb hiány, akkor mit beszéljünk a többi eszközökről, amire szükség lenne ahhoz, hogy hatékony oktatást tudj. Tantervi változtatás végezni. Pedig nem tudom, hogy marad-e annyi ideig, hogy kipróbáljuk tényleg, hogy működik. Hogy most ismét mondjuk harmadikban van szorzó és osztó tábla. Harmadikban volt eddig, visszahozták másodikban. Ha visszaemlékszem, azt hiszem én is másodikban tanultam, de most valahogy félünk tőle, és mintha nem menne olyan könnyen a gyerekeknek, másodikban a szorzó-osztó tábla. Ez nyilván egyéni adottság, egyéni sajátosság, hogy könnyebben memorizálja vagy nem, de megijedtünk tőle, hogy most már még kisebbekkel nehezebb lesz. Harmadikban tényleg elég könnyen ment, nem okozott nagyon nagy gondot a megtanulása, és a használata főleg, mert ez a cél, hogy használja, és működött a dolog. Most meglátjuk, hogy mikor változik ez, hogy kipróbáljuk annyiszor, hogy megmondhassuk a véleményünket, hogy igen, jó így, vagy nem nagyobbaknak könnyebb és jobb volt úgy. Kellene egy kis idő a tapasztaláshoz. Mindig változtatunk, csak időt nem hagyunk, hogy meg is szokjuk, vagy hozzászokjunk. Az utóbbi időkben nagyon sokat beszélünk, és nagyon sokat hallunk a hiperaktív gyerekekről. Ez talán egyre gyakoribb jelenség. Minek tulajdonítható ez, és mit jelent egy tanítónőnek ezekkel a gyerekekkel dolgozni? Tanítónak nem könnyű dolgozni ezekkel a gyerekekkel, de az oktatási rendszer, a mai oktatási rendszer ezt is kimondja, hogy ezeket a gyerekeket igenis integrálni kell a közösségbe. És minden pedagógusnak alapvető feltétele, hogy megteremtse azokat a feltételeket, hogy igenis tudjanak integrálódni az osztályközösségbe, ne érezzék magukat másnak az osztályközösségen belül, érezzék épp ugyanolyan gyereknek magukat, mint a többi. De nem könnyű. Miért nem könnyű ez is? Mert itt is magunkra vagyunk eléggé hagyva, úgymondván. Nem kapunk elég segítséget ahhoz, hogy tudjunk foglalkozni hatékonyan ezekkel a gyerekekkel. Ugye ők speciális tantervben kellene részesüljenek. Én ezt nem tanultam. Ha nem segítenek, nem tudom összeállítani neki. Szakemberek vannak, mert foglalkoznak velük persze, de hiány van köztünk és a szakemberek közötti együttműködés. És emiatt nehéz, nem könnyű helytállni. Segítség az órákon, hogy jöjjön egy speciális, ezzel foglalkozó pedagógus, vagy akik ezzel foglalkozik, segítsenek bennünket ebben a munkában. Ebben ez nagyon nagy feladata lenne az iskolapszichológusnak, de az iskolapszichológusnak olyannyira korlátozott az ideje, hogy... Egy iskolában, ahol 5-600 gyermek van, egy nem tud egyénileg foglalkozni sok problémás, vagy és valamilyen problémás gyermekkel. És ahogy te mondtad, egyre több van, mert már minden osztályban mondhatjuk azt, hogy találkozunk egy vagy szellemileg, vagy fizikailag fogyatékos gyermekkel, vagy az iskolák úgy rendbe tenni, hogy az balesetmentesen legyen megközelíthető minden gyermek számára. Hol állunk mi ettől? Még eléggé messze. De próbálkozunk. Fogyatékos gyerek az osztályban, ez mit jelent? Azt hiszem, hogy ez is egy külön kihívás. Nagyon nehéz beszélni is róla szerintem, mert nyilván, mikor bekerül az osztályközösségbe, a tanítónénit megragadja, szívébe zári, egymást a szívükbe zárják, és onnantól kezdve az ő kapcsolatukkal nincs probléma, ők jól működnek együtt. Elfogadják, hogy aztán elfogadják a gyerekek, beilleszkedik a gyerekközösségbe, a szülők, a más gyermekek szülei fogadják el. Tehát sok fokozata van ennek, de ez is jól tud működni, és a gyermek fejlődése biztosított általános iskolában is, ha segíti fejlesztő pedagógus. Ugye, ahogy kolléganőm mondta, hogy speciális igényű gyerekekhez
kell a szakember, aki azt a területet ismeri. Tanítónénik általános pedagógiát, pszichológiát tanulnak, valami rálátásuk van, érzékük is van hozzá, de biztos, hogy el kell indítani az úton, hogy hogyan, mit, mennyit kell elvárni, mit kell foglalkozni a gyermekkel, hogy az ő fejlődése a cél, és az biztosított legyen. Nem csak a játszás és a beilleszkedés, az egy dolog, hogy beilleszkedik egy közösségbe, de a fejlődése nagyon fontos, hogy az is biztosított legyen. Gondolom az ilyen gyermekeknek azért biztosított iskolán kívüli lehetőség esetleg, vannak olyan alapítványok, amelyek erre szakosodtak, és akkor foglalkoznak olyan helyzetű gyerekekkel, akiknek ilyen egyedi esetek, akiknek valamilyen problémájuk van, és ott célzottan azt a fejlesztési irányt valósítják meg, és együttműködve a tanítónénivel, akkor meg lehet találni az... Ez az integrációs program eredetileg úgy volt elképzelve, hogy az iskolában legyen egy pszichopedagógus is, aki esetleg segíti, vagy netán még az órán is jelen legyen a gyerek mellett, vagy több gyerek mellett esetleg egy ilyen szakember, de nem igen találkoztunk még pszichopedagógussal. Tehát iskolapszichológusok vannak. A pszichopedagógus van-e valamelyik iskolába egyáltalán? Nem. Most nem tudom, a valahol van-e, nálunk nincs. Valahol szükség van. Lenne rá, de nincs. Tehát saját tapasztalatból beszélek. Ismét csak magunkra vagyunk hagyatkozva. Olvasol, sokat dokumentálsz, de akkor sem tudod magad annyira pontra tenni, hogy vajon ennek a gyereknek mi lenne a legjobb. Kellene a segítség. Nagyon fontos a szülővel való együttműködés, de ez megvan. Tehát az ilyen gyerekeknél azért a szülő mindent megtesz annak érdekében, hogy együttműködjön a pedagógussal. De még ez sem elég. Egy jobb iskolában, de viszont egy városszéli, netán egy 4 osztályos, nem biztos, hogy elmondhatja ezt. Ezért van ránk bízva a pedagógusokra. Tehát, hogy legjobb belátásunk, legjobb tudásunk szerint végezzük úgy azt a munkát, hogy a pedagógusoknak, aki esetleg olyan osztálya van, hogy több gyerek is van, vagy nehezebb azzal a bizonyos gyerekkel foglalkozni. Van-e lehetőségük valami módon továbbképezni magukat, vagy csak kizárólag önállóan? Vannak ilyen téren továbbképzések az inkluzív oktatás szempontjából, de vannak, igen, vannak. Van. Csak ehhez idő, pénz? Amin lehet, részt is veszünk, mert ugye egy pedagógus is folyton kell képezze magát, de még mindig azt mondom, nem elég. Több. Nem félnek a szülők, hogy ezek a gyerekek esetleg visszafogják az osztályt? Hát biztos felmerülhet, olyan nincs, hogy mindig egyformán gondolkodjon mindenki, de a közösség kialakulásával, a tanítónéni szellemével az átragad a szülőkre, és a bizakodás az, hogy ő ezt irányítani tudja, kezelni tudja a helyzetet, és nem hátráltatja a többi gyereket, hanem pontosan nekik is előnyük származik abból, hogy megismerik azt, hogy vannak másféle képpen gondolkodó, másféleképpen élő társai, akikkel együtt lenni pont ugyanolyan jó, nem okoz semmilyen fennakadást a mindennapi tevékenységbe adott esetben. Nyilván biztos vannak olyan esetek, amikor nehezen alakul ez ki, mert a mindennapok sem olyan könnyűek, attól függ, hogy milyen hátrány, milyen helyzet van, mi az a hátrányos helyzet, ami gondot okoz. De a szülők legtöbbször befogadóak. Mikor a tanítónéni befogadó, akkor a szülők is befogadók. Mikor elkezditek az első osztályt, most már az előkészítő osztályt, tudjátok pontosan, hogy melyik gyerek problémás? Igen. Igen, ilyen esetekben ők már úgy jönnek az óvodából. Többször találkozunk előtte már, beszélgetünk, hogy
megkönnyítsük annak a gyermeknek majd a mindennapi létét az osztályon belül, tehát többet tart vele az ismerkedés egy kicsit. Ez így zajlott nálunk is. Amely gyermek óvodába járt, arról elkerülhetetlenül kiderül, hogyha valamilyen problémája van, amire felhívja az óvónéni a figyelmét a szülőnek, már ott elkezdődhet esetleg valamilyen fejlesztés, vagy valamilyen foglalkozás ezzel a témával, úgyhogy elkerülhetetlen, hogy tudja mindenki, és akkor a tanítónének is szólnak, ahhoz is mindent meg kell tudnia végül is a jobb feltételek megteremtése érdekében. Azt, hogy a tavalyi osztályodban volt-e problémás gyerek, nem kérdezem meg, hanem egy kis filmmel, ami a tavaly évzáron készült, zárjuk mai műsorunkat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönjük szépen, hogy egy kicsit felkészítettétek a szülőket erre a komoly, nagy és eléggé nehéz lépésre, és reméljük, hogy senki nem fog megijedni az előkészítő osztálytól, és azt is, hogy megmarad az iskolai programban. Kedves nézőknek köszönjük szíves figyelmüket, a viszontlátásra!